Időrendben haladva a forduló mérkőzései között most Székesfehérvár következik. Erre a mérkőzésre meglehetősen bizakodva indultak a szurkolók, hiszen azt számítgatták, hogy miután a listavezető MTKVM kikapott, amennyiben a Videoton nyer, úgy első lehet a bajnoki táblázaton. Bizakodó volt a szurkolótábor még akkor is, ha pontosan tudták, hogy három kulcsember nem lesz ott a csapatban. A kapus Petri sérülés, a hátvéd Horváth Gábor eltiltás, a középpályás ember pedig három sárgalap miatt. És egy picit azt is latolgatták, hogy eddig, legalábbis tavasszal, nagyon jól szerepelt a Békés Csaba, és vajon ma milyen formában lesznek a viharsarki vendégek. Szekeres megint, ügyesen húzza meg, remekül megy el. Csató. Itt az első lehetőség, bel van, 1-0 arányban vezet a Békés Csaba. Nagy védelmi hiba, oda kerül a jobb összekötő helyén, Belvonhoz a labda, egy picit eszcsellel becsapja Kosztát, és ezzel vezet az első félidő 6. percében a Békés Csaba. Jónás, Csucsánszki, Gulyás bravúrja, két Videoton játékos, Petres és Jónás elől ütötte ki. Máriási a jobb oldalon, Jován pörgette ki neki a labdát, Kanált próbálja megforgatni, és Gulyás megint bravúrral, pontosan rátolja Petres lábára. Genti a labdával, a harmadik csel után már nem mehet tovább. Jován, ügyes mozdulat, ez is jó labda Petresnek. Máriási a 16-osnál, Atya Isten! Nagyon nagy gólt akart rúgni Máriási, és ez lett a veszte, vagy 10 méterrel lőtte mellé 16-ról. A 19. percben történt. Csucsánszki szöglete következik a 23. percben, 1-0 arányú csabai vezetésnél, Gulyás! Csucsánszki némi szerencsével pattan vissza hozzá a labda. Ügyes megmozdulás. A 26. perc végén egy gyors Videoton támadás, Petres benne a 16-oson elesik. Mehet tovább, mutatja Molnár. Beszorult a Békés Csaba, Csucsánszki német. Gulyás megint kijön, és letarol mindenkit, aztán végül megfogja a lövést. Genti. Három Békés Csabai között nem megy, Csucsánszki, a fölfutó Máriási a 16-oson belül. Ügyes a csel, és Gulyás megint kijön. László. Csucsánszki, hosszú labda Petres felé, Jován, és mellé rúgja. Molnár játékvezető pedig 11-est ítél. Csucsánszki 11-ese következik a 40. percben az első félidőben. 0-1 óta folyamatosan támad a Videoton, voltak helyzetei is, Gulyás eddig azonban mindig jól védett. Molnár most ad engedélyt, Csucsánszki, és Gulyás kiüti! A mezőny eddigi legjobbja Gulyás. Nagy erővel lövi Csucsánszki, Gulyás remekül úszik a levegőben, marad az 1-0 a Békés Csaba javára. 45. per, Csucsánszki végezhet el szögletet. Gulyás megint kijön, Jován elől ment. Áramszünet miatt mintegy fél óráig állt a játék, és csak azután kezdődhetett el a második félidő. A közönség nagy türelemmel várakozott a csípős szélben. Csucsánszki szöglet a második félidő első percében, Gulyás elől elfejelik. Máriási. Beközépre, német, és mellé. Máriási tette előre, végrobban be. Jován a bal oldalon, Bánfi van mellette. Jován, most már ketten is ott vannak előtte, mellette, gyönyörű cselek. És Gulyás megint, és másodszorra megfogja. Fantasztikusan jól véd a Békés Csabai kapus. Vég mehet, 9. perc a második félidőben, Genti. Egy jó csúsztatás, és megint Gulyás. Jónás csúsztat, és aztán fölé. Petres rúgja fölé.
Ezúttal is, ahogy látják az ismétlésben, óriási bravúrral tornázza ki a labdát. Mehet tovább a játék, Csucsánszki. 21. perc. A labdát visszafújja a szél, Petres. Rárúgja, és Gulyás megint megfogja. Gyönyörű lövés. És Gulyás fantasztikusan szépen úszik a levegőben. Szekeres csípi el a labdát német hibája után. Gruborovics, Kosta kivédi. Azért akadtám helyzet a második fél időben a Békés Csabának is. Egész végig támadott a Videoton. Ez egy kapusföldob? Hát, pláne ilyen hidegben sokkal jobb, hogy ha több dolgom van, mert nem tudok lemerevedni. Érezted, hogy te vagy a csapat legjobbja? Nem éreztem különösebben, mert azt hiszem ma az egész csapat kitett magáért. Négy állandó játékosunk nem tudott szerepelni, és főleg a rutinosabb játékosok. A nagy lehetőség szerintem itt volt a csapat előtt. Akarással nem volt baj, szerintem már semmi nem sikerült a Videótonnak. Csalódott azért, mert itt volt a nagy lehetőség, hogy az élre ugorjunk, elszalasztottuk. Na most az, hogy ez már harmadszor történt meg velünk, úgyhogy nekünk is lépnünk kell, ez így nem maradhat. A csapatban nagy érték van, azok, akik ezt nem tudnak a holdponton átlendíteni bennünket, azoktól meg kell válni. Ez azt jelenti, hogy esetleg a következő hetek során tisztogatás lesz a Videótonnal? Nem lesz tisztogatás, mert nagyon várom vissza Emmer Lacit, a Novátot, Horváth Gabit, Petri Zsoltot, hát szóval a létséges csapatunkat. Tóbi fél évben csak az árnyoldala volt nekünk a labdarúgásból, és valahol az igazságos viszont, hogy az MTK-t is, a Fradit is megvertük, tehát a Videótól nem tehet nekünk szemrehányást, többiektől is vettünk el 2 pontot idegenben. Az imént hallott beszélgetés, ez csupán egyetlen megjegyzés. Ujjás István a csabai a kapusa nem csak a tegnapi mérkőzésen védett kiválóan, hanem hetek óta, sőt hónapok óta nagyszerű formában van, hiszen, mint emlékezhetünk rá, Bicskei Bertalan meghívta a bővebb válogatott keretbe a jugoszláviai edzőtáborozásra januárban. Mindez nyilván nem véletlen, ha belegondolunk, hogy az edző, Csank János, egykoron maga is kitűnő kapus volt, nyilván érti és tudja, hogyan kell valakinek bizalmat szavazni, mi kell ahhoz, hogy valaki jó formában játszon. Tökéletes az összhang kettejük között.